most mennyire zsúfoltak a határállomások, és elsősorban kik azok, akik érkeznek? A reggeli órák azok mindig egy kicsit csendesebbek, és napközben, illetve estére vannak mindig nagyon sokan. Ugyanúgy jönnek belső Ukrajnából, és jönnek egyetemisták is, hiszen Harkovban és Kijevben két nagyon híres, ismert egyetem van, és onnan folyamatosan különböző nációból érkeznek az egyetemisták. Az imént elmondtam azt, hogy rengeteg féle segítséget tudnak kapni azok, akik átlépik a határállomásokat. Önök konkrétan, akik a kormányzat oldalát képviselik, és a kormányzati eszközöket tudják hozzátenni ehhez a segítséghez, mit tudnak adni ebben a helyzetben? Én egy olyan választókerület képviselője vagyok, ahol 88 település van, és ebből 24 közvetlenül határos Kárpátaljával. Mind az öt határátkelő hely az én térségemben található. És amikor kitört a háború, akkor gyorsan átbeszéltük elsősorban a határátkelő hely melletti polgármesterekkel, illetve ha nevezhetjük úgy a második vonalban közvetlenül szomszédos polgármesterekkel, hogy hogyan fogunk tudni fölkészülni, hogyha esetlegesen jön majd menekült hullám. És akkor minden polgármester a saját lehetőségeihez mérten határátkelő helyek mellett egyből fogadta a menekülteket. A önkormányzati dolgozókkal, képviselőtestület tagjaival teát készített kis szendvicset, hogy egy picit meg tudják nyugtatni a nagyon szomorúan érkező menekülteket, illetve a kicsit beljebb lévő települések pedig felajánlották az önkormányzati járműveiket, amivel szállították a település belsején kialakított, és most már ugye úgy nevezzük, hogy segélypontokra az embereket. Kész kis faluvak épültek fel gyakorlatilag rapid módon ott a határállomások környékén a híradások tanúsága szerint. Van-e még bármi szervezetlenség ön szerint a rendszerben, amin azért érdemes lenne elgondolkodni, vagy lehet-e még javítani az ön meglátása szerint azon a állapoton, ami most fogadja a határt átlépőket? Én úgy gondolom, hogy szervezetlenség soha nem volt. Nyilván, hogy egy adott kis település a saját maga eszközeivel csak bizonyos dolgokat tud megoldani, de azonnal jött a kormányzati segítség, azonnal jöttek a kormányzat által kijelölt karitatív szervezetek, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy minden egyes határa egy nagy karitatív szervezet van kijelölve, tehát Záhonyban például a reformátusok vannak, Lónyán a Vöröskereszt, Barabásban a katolikus karitás, Beregsulányban a máltai szeretetszolgálat, és a baptisták vannak Tiszabecsen. Rögtön az elejétől a területi karitás vezetők és az önkormányzati vezetők között kiváló kapcsolat volt, és hát ne felejtkezzünk el arról, hogy két napon belül a miniszterelnök úr is megfordult a térségben, tehát saját szemével látta, hogy miben tud a kormány segíteni, és összehangoltuk a elképzeléseket a rendőrséggel, a vámis pénzügyőrséggel, a egészségügyel, tehát nagyon-nagyon sok feladat volt, ami én úgy gondolom, hogy pillanatok alatt felállt. Ez egy nagyon erősen apró falvas térség, amennyire én ismerem ezt a vidéket. Ezeknek a kis településeknek, amelyek most azért közvetlenül a vállukon viselik a közvetlen terheket, ami a határátlépőkkel jár, mennyiben és miben tudnak segíteni? Igen, ez a 88 településből mindössze 4 város van, és mindössze 2 város az, amelyik 5000 lélekszám fölötti. Tehát gyakorlatilag 86 település az 5000 lélekszám alatt, nagyon sok kis pici település van. Az önkormányzatok most igen komolyan a média keresztüzébe kerülnek, de azért ne felejtkezzünk el arról, hogy ők annak idején komoly adósságot örököltek a szocialista kormányzattól, és költségvetés elfogadásai azok februárban történtek, én jó pár képviselőtestület ülésen ott voltam, és megnyugtató az önkormányzatok anyagi helyzete. Természetesen ez komoly pluszköltség az önkormányzatok irányába, de folyamatosan a harmadik nap, azt hiszem, kicsit összefolynak a napok, elnézést, hogy pontosan nem tudom, hogy harmadik vagy negyedik nap. Már itt volt a belügyminisztérium önkormányzati ügyekkel foglalkozó helyettes államtitkára, ahol leültünk települési vezetőkkel, és megnéztük a kiadásokat.
és folyamatban van az a döntés, ami meg fog születni arról, hogy az önkormányzatoknak a kiadásait hogyan kompenzálja, és mi módon fogja kompenzálni a kormány, és mikor. Ezeknek az önkormányzatoknak kell-e elszállásolniuk menekülteket, vagy azért javarészt a határátlépők az ország belseje vagy más országok felé utaznak el? Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az 5 határátkelő hely ilyen érkező menekültek, hazájukat elhagyni kényszerültek, jelentős része tovább megy. A nagyon sok ukrán dolgozik Európában mindenütt, és amikor megindult a menekült áradat, akkor nagyon sok autó érkezett, és a mai napig is buszok érkeznek mondjuk Németországból, Prágából, hiszen nagyon sok kárpátaljai dolgozott Csehországban, de szinte minden irányba, Olaszországból is voltak természetesen. Tehát a jelentős részük elmegy. Egy kisebb része az, aki Magyarországon maradt, de Magyarországon is éppen tegnap, azt hiszem tegnap előtt beszélgettem egy hölgyel, aki mondta, hogy várja a férjét, aki Magyarországon építőiparban dolgozik, jön érte és viszi el a családot. Van olyan is természetesen, akinek nincs helyismerete, és még hirtelen nem tudja, hogy mit fog csinálni, tehát erre hozta meg a kormány azt a döntést, hogy az ilyen embereket is segíteni kell, és munkát kell nekik felajánlani, illetve munkát kell nekik közvetíteni az ilyen segélypontokon, ahol a közvetlenül a határ mellett találhatóak a segélypontok. Ott nagyon sok állásajánlatra is van lehetőség, tehát vállalkozók telefonszámokkal ott vannak, és a helyi karitaszos segítők akár ebben is tudnak segíteni. Az elszállásolás az egy kicsit beljebb is történt egy jó pár településen, olyan tornatermekben, művelődési házakban, amit a katasztrófavédelem munkatársai jelöltek ki. Étkeztetés, egészségügyi ellátás, oktatás sikerült-e már megszervezni, vagy szükség van-e arra, hogy itt ezekben a falvakban, kis településekben ezt megszervezzék? Az étkeztetés az ragyogóan megy. Nyilván ugye, ahol főztek, mert ugye apró falvas településekről beszélünk, már itt mindegyik határátkelőhelynek saját konyhája van, tehát ő főz. De ahol esetleg nincs, akkor a szomszédból visznek át a szomszéd településről, és besegítenek egymásnak a főzésben is, akár dolgozókban, mert nyilván sokkal nagyobb, megnövekedett az igény, tehát valószínűleg konyhai dolgozót is kellett egymás között átcsoportosítani, de nagyon ügyes polgármesterénk vannak, abszolút rugalmasan megoldják ezt a problémát. Oktatásnál van olyan, aki, tudok olyanról, aki már helyi iskolában tanul, kárpátaljai magyar. A ukránoknál egy kicsit másabb, ott ők attól függően, ugye, hogyha esetlegesen maradnak, akkor ez még egy kérdés, hogy hol szervezünk majd esetlegesen olyan osztályokat, már erre is van példa, hiszen Tarpán is folyik egyfajta kétnyelvű oktatás, de hol szervezünk olyan iskolákat vagy osztályokat, ahol az ukrán gyermekeket is lehet tanítani. És hát valószínűleg az is kérdés lesz, de hát ez nem megy egyik napról a másikra, hogy esetlegesen aki ukrán nemzetiségű is itt marad, annak mondjuk a vallás gyakorlásához milyen lehetőséget tudunk nyújtani. Tehát azt is fel kell mérni, és úgy tudom, hogy ez is folyamatban van, hogy esetlegesen pravoszláv lelkészekkel fölvenne a kapcsolatot. Tehát ez egy ilyen folyamatosan újabb és újabb feladat elé állít bennünket, engem, mint országgyűlési képviselőt, természetesen a kormány első helyen, de hát a helyi önkormányzati szereplőket is, és a karitatív szervezet dolgozóit, vezetőit is. Nem mellékes azért itt a menekült válság szempontjából az sem, hogy újra és újra hangsúlyozzuk, itt alapvetően falvakban élő emberek fogadják, illetve fogadják be ezeket a menekülőket, és hát az ott maradtaknak egy jelentős része nem is beszél magyarul. Lehet azt hallani a hírekből, hogy rendkívül bizalmatlanok, teljesen okkal és joggal félnek a jelenlegi helyzetben. A falusiak, akik azért hozzá vannak szokva egy ilyen békésebb, csendesebb, nyugodtabb életmódhoz. Hogy viselik most ezt a helyzetet?
Ez főleg az első és a második nap volt érezhető, illetve szemmel látható a bizalmatlanság, hiszen volt olyan időszak, amikor a túloldalon riogatták az embereket, hogy ne jöjjenek ide, mert el fogják őket innen vinni különböző helyekre, tehát tényleg volt bizalmatlanság. De hát ahogy megérkeznek az országba, elmegyültek a segítségpontra, látják azt a szeretetet mindenki részéről, pillanatok alatt megnyugszanak. Én nagyon sok olyan ukrajnaival tudok beszélni, aki mondjuk angolul beszél, és elmondják, hogy egyszerűen fantasztikus a magyar emberek segítsége, a jó indulata, a mosoly. Tehát nincs bizalmatlanság a itteni falvakban élő emberek részéről az Ukrajnából érkezett menekültek irányába, és őket is meg tudjuk nyugtatni. Az imént említette, hogy azoknak, akik esetleg nem tudnak hová menni, mert nem késztervel érkeztek ide, igyekeznek munkalehetőségeket találni. Na most ez az a térség, ahol ebből van a legkevesebb. Hogyan tudnak, miben tudnak munkás kezeket találni, illetve munkás kezeknek munkát adni itt ebben a régióban? Nem csak ebben a régióban, hanem távolabb is. Hát pont azon volt éppen tegnap egy nagy cégvezetővel, egy kicsit vitatkoztam, ő azt kérte volna, hogy nagy plakátot tegyünk a cég részéről ki egy segédpont mellé, és mondtam, hogy minden cég egyforma, abban segítünk, hogyha van szórólap és van rá igény, akkor természetesen oda tudjuk annak adni, aki igényli egy konkrét munkahelyettőséget. Tehát itt nagyon sok cég itt van, nagyon sok egyéni vállalkozó, magánvállalkozó, kisebb-nagyobb cégek, akik már felajánlottak, és a segélypontokon ezeket szedik össze a karitatív szervezet dolgozó, és hogyha valaki ilyen kéréssel fordul hozzájuk, akkor konkrétan cég névvel, telefonszámmal összezárják gyakorlatilag a munkát kereső és a munkát felajánló vállalkozó. Mezőgazdasági cégek elsősorban azok, akiknek most még talán jól is jön a segítség, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, vagy itt azért van már lehetőség arra is, hogy az ipar felszívja ezt a munkaerőt, ami most itt keletkezik? Az építőipar az folyamatosan munkaerő hiánnyal küzdik. A háború előtt is a magyar építőiparban nagyon sok kárpátaljai és meggyőződésem, hogy sok ukrán munkás is dolgozott, tehát ahogy én láttam, mert mindenre nincs időm, nem tudok mindent figyelni, de ahogy én láttam, zömében építőipari vállalkozások, vannak fémipari nagy cégek is, és biztos, hogy vannak mezőgazdasági cégek is, hiszen az idény munka az egy fontos tényező, és sajnos sokszor erre is nagyon nehéz embert találni, tehát minden irányból igyekszünk segíteni azoknak, akik munkát keresnek, hogy találjanak. Egy kicsit sötétebb téma, ugye szinte elkerülhetetlen, és lehetett már ilyen típusú híreket is hallani, hogy rossz indulatú emberek is valamilyen módon próbáljanak részt hasítani egy-egy válságos szituációval, ebből a menekült válságból, és hogyan tudják ezt megakadályozni, hogyan tudják például a közbiztonságot fönntartani a térségben? Ugye a rendőrség állandóan itt van, a segélypontokon túl korábban voltak regisztrációs pontok, tehát a rendőrség és a készenléti rendőrség komoly állománya van jelen a térségben, valamint a honvédség is. Itt nem tudok róla, és vélhetően azért csak, hiszen minden nap találkozunk a megyei vezetővel, vagy a vezető helyettessel, tudnék, hogyha valami történne, vagy valami komolyabb dolog történne, nem emelkedett a bűnözés, tehát itt erről nincs szó. Azok a katonák, akiket oda a keleti határ mellé vezényeltek az elmúlt héten, azok a rendfenntartásban vesznek részt, vagy effektíve a határvédelmi feladatokat látják el? Nem a múlt héten, egy kicsit korábban, tehát közel szerintem 3 hete helyjel közel itt vannak, és folyamatosan érkeznek. Hát a szomszédos országban háború van. Tehát a háború, azt szerencsére mi nem értük át, és nem is szeretnénk átélni, ezért felelőtlenek azok a kijelentések a baloldal részéről, amelyek háborúba sodornák az országot.
De azért a háborúnak van egy sajátos mozgása, amire föl kell készülni. Körülbelül ezt így tudom elmondani, nekem is így mondta el a honvédelmi miniszterről, aki szintén helyszínen volt, hogy a biztonság érdekében vannak itt. Tehát nem a helyi közbiztonságra vigyáznak, hanem arra kész. Tehát a legrosszabbra is felkészülve fontos, hogy legyen a keleti országrészen haderő, ahol korábban ugye egyáltalán nem volt. Ugye az ukrán határhoz ez az országrész van a legközelebb, illetve hát Ukrajna területéhez. Érez-e aggodalmat az ott élőkben, hogy esetleg odáig is elérhet a háború szele? Hát minden ember aggodalmas, és főleg az édesanyák, a nagymamák, esetlegesen azok, akik koruk miatt háborút is élhettek meg, akik látják azt, hogy nagymamák jönnek az unokával, édesanyák jönnek az unokával fér nélkül, természetesen akaratlanul is eszébe jut az embernek, hogy nehogy valami gond legyen, de úgy ez nem jellemző, mint a... Tehát azt is érzik az emberek, hogy biztonságban vannak, és azt is érzik az emberek, hogy a kormány a helyén van, és a kormány odafigyel a megfelelő szervein keresztül a magyar emberek biztonságára. Tehát ezt is azért megnyugtató érezni.